Petőfi Sándor, Szabadság szerelem. Szabadság szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmet. A Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság idei első programján az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, valamint Petőfi Sándorra, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakjára emlékeztek az érdeklődők. Március 15-ére emlékezünk, és ezért egy irodalmi délután szervezünk Petőfi napja címmel. Petőfi Sándor neve fémjelezi március 15-ét. A magyar nemzet egyik legboldogabb napja, hiszen egyetlen puskadőrenés nélkül győzött a forradalom. Petőfi Sándornak döntő szerepe volt ebben a napban, és ezért gondolt arra a Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság, hogy ma egy irodalmi délutánon gyermekek és felnőttek közreműködésével tiszteleg Petőfi Sándor a forradalom és szabadságharc emléke előtt. Felső Zsolcán is nagyon fontos, mint minden településnél ápolni a hagyományokat. Jelen pillanatban a Szatmári Király Ádám Társaság is ezt teszi, amellett, hogy foglalkoztatja, bevonja a fiatalokat, megismerteti a fiatalokat azzal az örömmel, amit az jelent, amikor ők maguk produkálják magukat, ők maguk olvassák fel a verseket, ők maguk szórakoztatják a felnőtt embereket. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok fenyegetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmat s örömed, nincs rád szüksége a világnak, s azért a szent fát félreted. Pusztában bújtosan, mint hajban négy évvel múltes bújtosan, s követte, melyet Isten hülde vezérül, a lángosztatot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő, a néppel tűzön, vizen át, átok reá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját, átok reá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók száfolnak meg, kik naphevében, éhen, szomjan, kétségbe esve tengenek, ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig nincs megnyugvás, addig folyvás, küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szeli, lábcsókkal zárja be, s virágkötéllel sejemfárnán bocsát el a föld mélyben. Az irodalmi délutánon diákok és felnőttek szavalták a költő forradalmi hangulatú verseit. Rendkívül fontos alakja történelmi értelemben is, irodalmi értelemben is a magyarságunknak, hiszen olyan gondolatai vannak, ami ma is aktuális. Az ő történelem szemlélete, hazaszeretete, a személyesség, a személyes felelősségvállalás, és ez ma is természetesen nagyon fontos, enélkül nem újítható meg egyetlen korszak sem, amiben élünk. Elsősorban azokat a verseit szeretem, ami a forradalom kapcsán szólalnak meg, de hát azok a népköltészethez köthető gondolatok is mélyen érintenek minket, hiszen mélyen a magyarságnak a hangulat és érzelmi világát tükrözik. Én nem emelném ki egyik versesze, hiszen mindegyik nagyon fontos a maga nevében. Európa csendes, újra csendes,
Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai. Szégyen rá, lecsendesült és szabadságát nem hívta ki. Magára hagyták, egymagára, a gyáva népek a magyar. Ránk csörög minden kézen, csupán a bajra kezében cseng a kar. De ha kellett, kétségbe kell esni, ha búsuljunk el emiatt. Ellenkezőleg, ó, hol inkább, ez légyen, ami lelketod. Emeljesz fel lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amit jön a többi alszik, ég a sötétség éjjelünk. Ha a mi fényünk nem lobogna, a véghetetlen mélyen át, azt gondolhatnánk fönn az égen, hogy elenyészett a világ. Tekints rám, tekints szabadság, ismerd meg most népedet, mivel más könnyeknek sem feladni, mivel áldozunk neked. Vagy kell még több, hogy áldásod, ne érdemtelen szálljon ránk, elhűtnek korban mi utolsó, egyetlen hívei barát. A Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság idei programjairól Puc Józsefet kérdeztük. Következő rendezvénye a társaságnak e hónap végén, március 31-én lesz. Március 31-én a Szatmári Király család egyik legkiemelkedőbb személyisége előtt, Plattida előtt tisztelgünk. Az elmúlt évek hagyományait folytatva a kriptánál fogunk virágot elhelyezni, illetve tisztelegni Plattida emléke előtt. Az ezt követő időszakban legközelebb pünkösd után lesz rendezvényünk, ahol Kőrösi Csoma Sándor emléke előtt fogunk tisztelegni, az ő munkásságát fogjuk felidézni, illetve ezen a napon átadásra kerül a történelmi díj, amit minden évben átadunk, a Szatmári Király Erzsébet díj. A társaság már döntött a jelölt személyéről, de ez hadd legyen meglepetés június 14-ig. Nyári szünet után ősszel az az elképzelésünk, hogy egyik volt tanítványunkat, Tulipán Évát hívjuk meg Felső Zsolcára, aki régész végzettséget szerzett. Általában a régész az a szakma, ami mindig érdeklődésre tart számot. Éva, mint volt tanítványunk, a kutatásairól, régészeti kutatásairól ad majd tájékoztatást az érdeklődőknek. Illetve szintén az elmúlt évek hagyományait követve az év végén honismereti történelmi vetélkedőt szeretnénk szervezni a gyerekeknek. Ez az elképzelés erre az évre, rendezvényeinkre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk. A márciusi ifja. Szolgasságunk idejében minden ember csak beszélt. Mi valánk a legelsőnk, kik tenni mertünk a holmiért. Mi emeltünk föl először a cselekvés zászlóját. Mi riasztunk föl zajunkkal, nagy álmából a hazat. A földet, mely koporsó volt, s benne egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív földön. Egy szóvá, s egy érzelemmé olvadt össze a haza. Az érzelem lelkesülés, a szó szabadság. Ó, ez ritka szép látvány volt. S majd, ha villa világ, elmondják az unokáknak ezt a kort a nagyapát. És mi becsbe, hírbe váltunk, míg tartott a küzdelem. De becsünknek, s hírünknek vége lett nagy hirtelen. Kik nem voltak a csatán, a diadalhoz jöttek, s elszedték a koszorúkat, mert a szóhoz értenek. Te sereg, míg a harc folyt, el volt bújva, vagy aludt. Így zúgott a diadalnál. Mi viseltük a háborút. Legyen hát a tiétek a dicsőség és a vér, Isten neki. Nem küzdénk mi sem dicsőség, sem díjért. És ha újra tenni kell majd, akkor újra ott leszünk. És magunknak bajt, stinéket, stinéktek, koszorúkat szerezünk. Viseljétek a lopott hírt, a lopott babérokat, nem fogjuk mi fejetekről leszaggatni azokat. Abban lerünk mi jutalmat, megnyugszunk mi azon.
bárki is a dicsőség, a hazánk.